Jól sikerült az év a pályázók számára. Sok forrást tudtunk szétosztani, közel 6 milliárdot. Most szerintem több ideje lesz mindenkinek, a pályázónak is egy kicsit több ideje lesz, hogy fölkészüljön és a pályázatát rendesen megírja, és nekünk is egy picit több időnk lesz, ami végeredményben a pályázónak válik hasznára. 5,97-7,7 milliárdról beszélünk. Úgyhogy jelentős növekmény van, majdnem 2 milliárd, hogyha úgy nézem. Szóval ez abból adódik, hogy ugye mindenkinek van egy egyházi százalék és vagy egy civil százalék. És a civil százalék, amiről nem döntünk, tehát egyszerűen azt mondjuk, hogy csak az egyházról döntünk, de a civilről nem, nem kötelező egyébként, az a pénz, az bemegy a NEA alapba. És ilyen értelemben megint csak civil formában hasznosult. Tehát én szerintem ez egy jól kitalált konstrukció. A civil információs centrumok 2012-ben alakultak, azóta segítik a szervezetek munkáját pályázati tanácsadással, elszámolással, jogi és könyvelési kérdésekben egyaránt. 2012 óta ezt a feladatot az EHO Innovációs Műhely látja el megyénkben. A 14 és a 20-as fejlesztési időszakban elindult pályázatok lassan a végéhez érnek, zárulnak a konstrukciók, ugye itt főleg az EFO forrásokról beszélhetünk, amiket a civil szervezetek is elérhettek, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk viszont, hogy a nemzeti együttműködési alapforrásai minden évben kiírásra kerülnek, tehát a szervezetek számára folyamatosan elérhető. A 2020-as pályázati kiírást már 2019-ben elérhetővé teszi a pályáztató, tehát jó esetben a szervezetek 2020 elején már a pályázati források rendelkezésére állnak. A szervezetek esetében ugye egy nagyon erős értékteremtő tevékenységet folytatnak, amihez ezek a támogatási források lehetőséget biztosítanak, úgyhogy én ezért mindenkit arra biztatok, hogy pályázzon a rendelkezésre álló forrásokra.